Valahogy úgy alakult az én gyermek és korú ifjúkorom, hogy mindaz, ami, ami engem igazán mélyen, a gyermeket igazán mélyen foglalkoztatta, az mind nekem e, valamilyen, valamilyen módon e, be kellett zárnom magamba. Ezért azt gondolta a gyerek, az akkor nem hogy el kell rejtenem, nem szabad bevallanom, nem szabad megmondanom. De magamnak végig bevallottam, magamnak csak arról beszéltem magamban csak arra készültem. Ha magyar órán elmondtam egy verset, akkor úgy, ö, úgy vastag volt a csönd. Felvételi, főiskola felvételi. A második a felvételi rostán üzentek nekem a tanárok, hogy most már látják, hogy milyen anyaggal készültem, hogy kellene valahozni valami, valami újdonságot. És mentem haza vonattal, Debrecenben volt időm gondolkodni, de valahogy azonnal bekúszott az tudat alattimból egy vers. Hogy azaz, azaz, megvan. Tudom én, azaz, azaz, azaz. azaz. Azon gondolkoztam útközben, hogy most ez Arany János vagy Vörös Marty Mihály. Csak ez volt a kérdés. Vagy ez, vagy az. Hazamentem, elővettem azt a három ezer verset, amit a két, két szerző írt, és mondtam, hogy ő az, tudom, hogy ő az. Nem tudtam róla egy sor sem, egy szót sem. Valami íz volt, hogy lehet, hogy Latinovics Zoltán mondta, vagy lehet, hogy Sinkovics Imre mondta, vagy Rajz Jancsi bácsi mondta. Valaki, de olyan, hogy, hogy azt tudom, hogy álltam a rádió előtt, és nem tudtam elmenni onnan. És tudtam azt, hogy ha ránézek, azonnal meglátom. Meg is láttam a vén cigányt. Megtanultam, és akkor egy nappal a felvételi előtt megkértem Csikós Sándor, a debreceni kollégámat, hogy hallgasson már meg. Elmondtam a verset, belebakisztam, kicsit zavarban voltam, és kérdezte a Sándor, hogy, ő, hogy ő azt mondja, hogy ez jó, jó, ez nagyon jó, ezeket nagyon jó fog állni. Mikor van a felvételi? mondom, holnap. Meg ne próbáld, meg, meg ne próbáld, hát ezt te még nem tudod, mondta ő. Majd mentem másnap vonaton Budapestre a felvételére, és azon gondolkoztam, hogy ha azt mondják ők, hogy mondjon valamit, mit mondanék, a én Elmondtam úgy, hogy, hogy a második verszakot persze, hogy belevakasztottam, elfelejtettem. De nem érdekelt. Mentem tovább. Olyan döntést hoztam, között, a másodperc tized része alatt, hogy tovább mentem, és nem is kértek tőlem mást. Mindig csodálkozom azon, hogy mondják, hogy az emberek már nem kíváncsiak a verset. Dehogy is nem kíváncsiak. Abban a pillanatban, hogyha egy verset mondok valaki a nyilvánosság előtt, érzem, az emberek ki vannak éhezve a költészetre. Valahogy azt érzem, hogy, hogy komoly erős szándékok működtetik azt, hogy a költészetnek ne legyen közösség erősítő energiája. Én pedig azt szeretném, hogy az lenne, megtartani, és megmaradni. Hogy ezt megtartani, és ez nagyon nehéz lesz. Óriási veszély fenyegeti a, a, költészetet is. Csak úgy, mint a gyümölcsfákat. 2009-ben létrehoztuk a tündérkertet, elültettünk 52 gyümölcsfát. Nagyon sokan gondolták az viszáki barátaim közül, hogy na, elvégeztük a munkát, befejeztük. És én tudtam, hogy nem befejeztünk valamit, hanem most kezdődött el valami. Most kezdődött el valami olyan folyamat, amiről még én sem tudok semmit. Csak azt tudom, amit eddig létrehoztunk, ami eddig megvalósult. Hogy hogyan tudunk újra visszakérdezni a gyümölcsfához, a sokszínűséghez, a költészethez. Nyári piros alma, bo 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 kóstolja meg, jaj, de jó ízű erre szaladt fészkel a fecske, mi van a kötődben menyecske, nyári piros alma, bo 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 bo, -bo kóstolja meg a ide jó ízű. Én ezt ma már tudom, ma már tudom, hogy a vége az is érdekes. Az út vége, az, is, az utolsó pillanat is nagyon érdekes, de oda el kell jutni. És én tudom azt, hogy, 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 hogy lassan már a vagy jó benne, jó benne a, benne a sűrűjében, a, az életem sűrűjében. de itt nincs semmi lekerekítve, nincs semmi végleges, nincs semmi befejezve, bezárva. Minden nyitott. Nyitott a színház, nyitott a pajta, a tündérkert, minden. S várja a következő lakókat, a következő tündéreket, angyalokat, várja a gyerekeinket, a fiamat, aztán majd Katinkát.